Jó reggelt kívánok! A díszünnepséget elkezdjük, és dr. Szántai Csaba akadémikus, az Egyesület elnöke megnyitja. Engedjék meg, hogy köszöntsem azokat a vendégeket, akik nem az Egyesület tagjai, de ugyanakkor nagy szeretettel jönnek. Mindenek előtt Bengyel Miklóst, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökét, Nasván urat, aki a jemeni köztársaságot képviseli. Szeretném köszönteni Vékás Gusztáv urat, kiváló jó ismerjük. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bejelentsem önöknek, hogy a mai közgyűlésünk egy kicsit rendhagyó módon kezdődik, ugyanis főtitkárunk és egyik fő alapító tagunk, aki itt ül mellettem, ő ma ünnepli születésnapját, mégpedig, ha nem tévedek, ugye 70. születésnapját. Ez egy szép kerek évforduló, és engedjék meg, hogy mindenképp én szóljak néhány szót. Ezzel kapcsolatban tudjuk, valószínűleg én ismerem a jelenlévők közül őt legrégebben. Ebben nem ők 100%-os biztos, de tételezzük fel. Mondjuk a feleségemet kezdve. Ja nem, bocsánat! Elő, dr. Szántai. Én ezt végig gondoltam, Bambi. És én úgy gondoltam, hogy én mondom az igazat. Tehát akkor most már nem helyesbítek, hanem marad az eredeti sorrend úgy, ahogy volt. Én szeretnék néhány szót szólni erről, hiszen Verdes András aspiránsom volt, amikor létezett ez az intézmény. Én még nagyon jól emlékszem arra az időkre is, amikor Bandi, ha jól emlékszem, az EGIS-ben dolgozott, az EGIS gyógyszergyárban, és ő jelentkezett nálam, hogy ő szeretne aspiráns lenni és kandidátusi címet szerezni. Na most a Bandi nagyon szorgalmasan és nagyon kiválóan végezte ezt a 3 éves munkát, és kandidátus lett. Nagyon sajnálom, hogy nem hoztam el, egy gyönyörű rajzot kaptam tőle, amikor ezt bevégezte. Ez a rajz ma is ott áll az irodámban, és legalább szóban megpróbálom ecsetelni, hogy hogy néz ki az a rajz. Ez egy vízen úszó hatalmas vitorlás. Ugye ez adódik abból, hogy ő is, meg én is balatonimádok voltunk, és nagyon szerettünk vitorlázni. És ezen a vitorlán ülnek azok az emberek, akik akkoriban a mi csoportunkhoz tartoztak a tanszéken, és azután egy hosszú kötélen lógott egy kis csónak. Ugye minden nagyobb vitorlásnál régen kötelező volt, egy mentőcsónak. És a mentőcsónakban ki más ül, mint Bandi barátom, aki éppen elhagyja az aspirantúráját, de a kezében van egy telefon. Ez a telefon arra szolgált, hogy velem állandóan érintkezést tartson. És ugye ez a képzeletbeli telefon azóta is létezik, eltelt nem tudom én hány évtized azóta, de még mindig folyamatosan érintkezésben vagyunk egymással, vagy ő hív engem, vagy én hívom őt, és ezáltal az egész ország újítási, találmányi ügyeit mindig megtárgyaljuk. Most azóta is építjük ezeket a várakat, és így a Bandinak folyamatosan akar dolga, és folyamatosan hihetetlen munkabírással végzi ezt a munkáját, és itt azóta tudjátok, a Nemzetközi Szövetségnek is ő most pillanatnyilag az elnöke, és néha telefonon keresem, akkor hol Hongkongban van, hol Dél-Amerikában, hol Kanadában, hol Isten tudja hol, és én nagyon csodálom ezt a fantasztikus fizikai, szellemi erőt, hogy ide utazik, oda utazik, amoda utazik, még mindig a 70-es években, az ő 70-es évére gondolok persze, és mindig frissen és tetrekészen jelenik meg, és utána vezeti az Egyesület ügyeit. Hadd jelentsem be, hogy a díszvendégeink közül Balogh Gyula úr, az Amerikai Magyar Klub és Alapítvány elnöke, és Reiszinger Zsuzsanna, az ügyvezető igazgatója, megjelent körülben. Nagy tiszteletemet fejezem ki elnök úr iránt.
de azt szeretném mondani, hogy mégsem ő az első. Először is, mert ott van az a zászló, és ott az, hogy alkotás és szeretet. Az alkotásban te vagy Elnök úr az első, de a szeretetben maga. Én úgy gondolom, hogy ez a helyes van, és mellé rendeltek. Ugyanakkor még azt is mondanám, hogy egyik őtök se első, pontosabban Isten után az első. Én most nagyon rövidet, és azt kérem a Jóistentől, Isten áldja Magyar Fiatalok Egyesületét, és különösen annak kiváló elnökét és főtitkárát. Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves alkotó barátaim! Engedjék meg, hogy a rendszerváltozásra reflektálva és egy 20 éves születésnapot egy jubileumi sorozat végén köszöntve hozzam és tolmácsoljam a Magyar Szabadalmi Hivatal munkatársainak a gratulációját és a köszönetét. Záró gondolatul pedig engedjék meg, hogy a millenniumkor alapított Magyar Szabadalmi Hivatali Milleniumi díjjal, amely Horáciustól veszi a mottóját, az alkotót alkotása dicséri tömör kijelentéssel. Nos, ezt a díjat adjam át elnök úrnak és főtitkár úrnak, a MAFE képviselőinek a mi gratulációink jegyében. Elnök úr. Köszönjük szépen. És itt olvasható ezen a legtökéletesebb térgeometriai alkotáson gömbben az acélszalagos felírás, ami Horáciust idézi. Vedves András 70. évfordulója alkalmából felkutattuk egy 20 évvel ezelőtti szabadalmát, amit elfelejtett papírra vetni. Ezt egy ilyen szabadalmi okiratban rögzítettük. A Magyar Szabadalmi Hivatal helyett a Hálás Feltalálók Szövetsége, amelynek a találmány címe Eljárás őrült feltalálók nem kevésbé őrült találmányainak támogatására, nemzetközi megismertetésére és Magyarország jó hírének keltésére rejtélyes és kimeríthetetlen, valószínűleg fúziós energia felhasználásával. Indoklás. A bejelentés óta eltelt röpke 20 esztendő bebizonyította, hogy a találmány újdonságnak és egyedülállónak minősül, kellő türelem esetén iparilag alkalmazható, egy feltalálói tevékenységen alapul, mert az eljárás feltalálóinak folyamatosan fel kell magát találnia, hogy a dolgok működjenek. Ezen okiratot Vedves András 70. születésnapja alkalmából állítottuk ki. Ez a legértékesebb szabadalmam. If drug guitarry, tigis ball, yes, business, lil savuni son, unchi karablik, parala, vasyani son. Azt hiszem, én jöttem a legmesszebbről egy társaság üzenetével, Ausztráliából hoztam ezt a kérdést. Az ausztrál feltalálóknak a ajándékát, és azt a meghívást, hogy reméljük, hogy idén ellátogat hozzánk. Isten értesen! Jemeni feltalálók, tehát én köszöntöm őt születésnapja alkalmából, és adjon Isten neki hosszú életet, hiszen nem csak mert ő megérdemli, hogy hosszan éljen is egészségesen, hanem mi is megérdemljük, hogy legyen nekünk egy nagymesterünk hosszú ideig. És ugyanakkor... A legnagyobb tisztelettel és szeretettel szeretném nektek átadni a Magyar Innovációs Szövetség és személy szerint Szabó Gábor elnök úrnak a tiszteletteljes üdvözletét. Ennek a közülésnek, illetve ennek az emlékezésnek vége van, ezért én rövidre fogom, amit mondani akarok. Ez egy olyan civil szervezet, ami azon kevesek közül való, aki ezt a pótolhatatlan feladatot nagy sikerrel és jól csinálta az elmúlt 20 év során, mely szintből szeretnék gratulálni. Csak akartam önöket köszönteni Amerikából, körülbelül 2 millió a magyar számozású amerikaiban, és azokat próbáljuk ösztönözni, hogy támogassák Magyarországot. Csak egy javaslatot akarok önöknek adni, az innovációból tartjátok meg az 51%-ot, jó? Tartsátok a magyaroknak itt. Köszönöm szépen!